Az Úr legyen veled. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben lélek kivitte Jézust a pusztába. 40 napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette Isten evangéliumát. Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. Ezek az evangélium igény. Szeretett testvéreim! Krisztus megkísértése és győzelme ma is aktuális. Ilyenkor mindig arra szoktunk gondolni, hogy mi is kísértést szenvedünk egyénileg, mindegyikünk az életébe. Most nem erre gondolok. Maga az egyház is kísértést szenved. Vége van a szépelgésnek, a kegyes hazugságoknak ma az egyházban, az állelkesedésnek, az úgynevezett új bűnkösnek. Rádöbbenünk, hogy az egyház ma szörnyű kísértést szenved. Ahogy a Jelenések könyve mondja, az asszony akkor, vagyis az egyház, a pusztába menekült. Ebben a világban, a pusztaságban él, és csak a megkísértett és győzelmes Krisztus ad neki vigaszt, hiszen a sátán nem csak a személyében kísérti meg Krisztus, hanem az ő titokzatos testében is. Testvérek, bizonyos csend kell az életünkbe ahhoz, hogy észrevegyük, hogy mintha néha úgy tűnik, amikor nem vagyunk csendben, hogy semmi se függ össze, és minden véletlen. Egy bizonyos csendben viszont azt veszük észre, hogy minden összefügg. Hogy minek kellett nekem a múlt héten egy ilyen vastag könyvet elolvasnom, Szókratész, ókeresztény, civil, történelem író, a 4. század történelmét írta meg, el kellett olvasnom. Ma hajnalban pedig az internetről az egyik testvér lehúzta nekem Atanázius Schneider püspöknek a család szinodusról szóló megnyilatkozásait. Két olyan megkísértéssel van szó, amely valóban 2000 év óta a két legnagyobb megkísértés. Az a megdöbbentő, hogy Atanázius Schneider is észreveszi ezt, és utal a 4. századi megkísértésre. Mi volt a 4. századi megkísértés? A 4. században Árius tévtanító azt terjesztette, hogy mivel Krisztus született, de nem teremtmény, tehát az Atya öröktől fogva való, a Fiú azonban, az Úr Jézus Krisztus, csak mint egy másod valaki, akit magához emelt az Isten. Iszonyatos harcok dúltak. Testvérek, fegyverrel is. Vasárnap itt templomban veszekedés volt az ariánus és a katolikusok között. Állandó zsinatra mentek a püspököt. Szent Atanás püspököt legalább 15-ször számízték. Mert a politika ráterepedett a vallásra. Tudni, Konstantinápolyban volt a császár, és kinevezte általában a fiait, vagy egy-egy hadvezérét, társcsászárnak. És azt akart ezzel az ideológiával mondani, hogy igazából ő a császár, a társcsászárok azok csak valahogy részesülnek a császárságból. Tehát az Atyaisten az Isten, a Fiúisten az csak hasonló, de nem azonos lényegű. A nikaiai zsinat döntött. Atyáink igenis azt tanították, az evangéliumban az van, hogy öröktől fogva létezik a Fiúisten, aki emberré lett.
hiszen az utolsó vacsorán azt mondja, Atyám, dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, melyben a világ kezdete előtt részem volt. Nem tudjátok, hogy az Atya bennem van, és én az Atyában. És iszonyatos harc ment. Ebben még Szent Atanász el is marasztalja Liberius pápa, mert ő meg nem szerzett jó információkat. Kiközösítette szegény Atanász, hogy szakadásban él ezekkel a püspökökkel. De nem informálták arról, hogy ezek súlyosan eretnek. Ekkor írja a Szent Bazil, Nagy Szent Bazil, a mostani időkben csak egy büntetnek szigorúan az egyházba. Atyáink hagyományának szorgos megtartását, ezen okból a jókat kidobják a helyükről, és a sivatagba számizik. Testvérek, hihetetlen nyomasztó olvasmány volt, és hihetetlen nagy öröm. Győzött az ősi hit. És soha olyan világosan nem látta a keresztény hív, hogy kicsoda az Úr Jézus. És ezt a dicsőséges látomást, hogy az örökkévaló Isten, a Szent Háromság egy Isten második személye, emberré lett értünk a mi üdvösségünkért, hogy az a kicsi gyermek, aki Betlehemben megszületett, az örök Isten, az Atyával egy lényegű Isten, az emberré lett, így készen állt az egyház, hogy a barbár népeknek most átadja az evangéliumot. Mert röviden mi az örömhír? Az, hogy Isten emberré lett. Megdöbbentő, hogy Athanasius Schneider, aki a mai megkísértéssel ír, idézi boldog John Henry Newman-t, aki szintén ezt észrevette. És Newman vizsgálva ugyanezt a korszakot, észrevette, hogy a püspökök, egyes püspökök vacilláltak. Tévtanításba estek. Az nép zöme nem. Tehát vigyázzunk, nem csak a tanító egyház felelős a tanításért, hanem a tanítást hallgató egyház is felelős. Amikor Árius predikációjára kimentek a hívek, és a pogánságot elsősorban az egyszerű hívők döntötték meg, írja Newman. A hívők Atanáz és az egyiptomis püspökök vezetése alatt és egyes helyeken a püspökökkel és a papoktól támogatva a legvadabb eretnekséget legyőzték. Testvérek, ez egy csoda. Érdekes, hogy II. János Pál pápa alatt ez egy kicsit újra kezdődött, amikor egyes teológusok azt mondták, hogy hát nekünk a megváltónk az a Krisztus, mohamedánoknak Mohamed, a buddhistáknak Buddha, kínaiaknak a Lao Tse, nem. Dominus Jézus kezdeti enciklikájában leszögezte, hogy ezek tévedések. 2000 év óta megingathatatlanul az egyetlen örömhír, hogy az Isten emberré lett, nincs más népben üdvösségünk. Nincs más út az Atyához. Azok különböző vallási, meditációs módszerek, amiben sok érték van, de ha üdvözülne, biztos, hogy sokan, akkor a mi Urunk Jézus Krisztus által üdvözületnek, mert egyetlen közvetítő van Isten és ember között. Testvérek, logikailag is, hát hogyan tud engem elvezetni egy angyal vagy egy ember az Istenhez? Az Isten nem a padláson van, hogy fölteszek egy létrát. Istenhez nem vezet út. Csak ha ő jön el. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az út, de közben az élet is. Tehát olyan út, amely ahhoz vezet, ahol én is vagyok. Emberségem és tanításom az út, Istenségem az élet. És ma testvérek, II. János Pál pápa, Szent pápa érezte ezt is, hiszen a Familiaris Consortio kezdeti enciklikájával a családról ír. A mostani nagy kísértés a család szétverése.
És természetesen a kísértés az nem úgy történik, hogy úgy kívül van. És én meg hogy szépen állom az egészet. Az Úr Jézus így volt. De amikor mi megkísértetünk, akkor egy kicsikét belénk mászik a gonosz. Ahogy a 6. Pál pápa mondja, hogy az ördög füstje bejött az egyházba. Ezt írja Athanázius Schneider. A szinódus alatt, a családi szinódus alatt voltak pillanatok a nyilvánvaló manipulációra bizonyos papok részéről, akik kulcspozíciókat foglaltak el a szinódus szerkesztőségében és vezetőségében. A közbűső dokumentum kétségkívül előzetesen megalkotott dokumentum volt, semmiféle tényleges kapcsolat nélkül a szinódusi atyák valódi nyilatkozataival, a homoszexualitással, szexualitással és az új kapcsolatban élő elváltak oltári szentséghez járulásával kapcsolatos szövegek rejtett új pogány ideológiát mutatnak. Az egyház történetében sosem fordult elő egy ilyen heterodox, vagyis zavaros szöveget publikáljanak, mint a katolikus püspökök pápa által bevezetett hivatalos találkozójának dokumentuma. Még akkor sem, ennek a szövegnek csak előkészítő jellege volt. Hála Istennek ezt a szöveget leszavazták. Ám megmaradt egy nagy kérdés a szavazatban, hogy vajon, akik szentségi házasságba éltek, és most leváltották a férjüket meg a feleségüket, lehet, hogy már másodszor, azokat szánjuk meg, és engedjük talán az áldozáshoz. És itt nyílt kérdés maradt. Na most ez a botrány. Ez a botrány. Ezt írja Athanázius Schneider. Egy isteni parancsolat, ebben az esetben a 6. parancsolat, a szentségi házasság abszolút felbonthatatlanságáról, vagy az Isten által megállapított el, hogy súlyos bűnben élő emberek nem járulhatnak a szentséghez, amit a Szent Pál tanítja a Szentlélektől sugallva az 1. Korintusi levélben, nem lehetnek vitatárgyai, amiképpen nem lehet vitatárgya például Krisztus istensége. Egy olyan szemét, aki a házasság felbonthatatlan szentségi kötelékében van, és aki ennek ellenére folyamatosan egy házassághoz hasonló kapcsolatban mással él, Isten törvényének megfelelően nem lehet a szent áldozáshoz engedni. Egy ilyen személynek egy nyilvános egyházi nyilatkozattal megengedni azt, hogy áldozhasson, az a keresztény házasság felbonthatatlanságának a tagadását jelenteni. Egyúttal semmissé tenni Isten 6. parancsát, ne törj házasságot. Lehet, hogy most bennetek is van, aki megingott. Most az illető gondolja ezt végig. Semmilyen emberi intézménynek, még a pápának vagy a zsinatnak sincs hatalma, vagy kompetenciája mérlegelni, még ha a legenyhébb és legkevésbé közvetett módon is, semmelyik parancsolatot a 10-ből, sem Krisztus isteni szavait, amit Isten egybekötött ember szét ne válassza. Ezt a világító igazságot figyelmen kívül hagyva, mert szüntelenül és változatlanul tanított az egyházi tanítóival egészen a mi időkünk, II. János pápa, 16. Benedek, nem lehet semmisé nyilvánítani. Ez a tény önmagában igen mélyreható, mert megmutatja a klerikális arroganciát, azt a papi tűrhetetlen arroganciát az Isten igazságokkal és Isten szavával szemben, mintha fölött állnának. Az a próbálkozás, hogy Isten igazságról és Isten szaváról szavazzon az ember, nem méltó azokhoz, akiknek, mint a tanítóhivatal képviselőinek, buzgón kellene átadniuk a hitletéteményt. És hát azt is elítéli Athanázius Schneider, hogy itt semmiféle pasztorális szükséglet és irgalom, meg nyitottság a Szentlélekre, ezek üres szavak. Üres, káromló szavak, teszem hozzá. A kettő összefügg. A két olvasmányom. A nagy megkísértetés, hogy Krisztus kicsoda, és hogy az ember kicsoda a családban.
Ott megbukott a sátán, talán azért, hogy most is meg tudjuk buktatni, Krisztusba kapaszkodva. Krisztus istenségét kétségbe vonni, annyi, mint kikerülni az egyházból. Ez nem sikerült a sátánnak. Most kezdi ki az emberi oldalt. Egy olyan életforma terjedjen el az egyházba, robbannak fel a katolikus házasság, meg vannak őrülve. Mert nézik azt a rohadt internetet, amelyen a mocsok, a szárny ömlik, és pszichológiai állandóan ennek a hatásába gőzöltetik az agyukat a parázna képekkel. Ez így nem mehet tovább. Meg kell térnünk. És végül a feleségével, nyilván meg a férjével baj van. Miért ne lenne baj? Miért ne lenne baj? Az egy küzdelem is a szeretetért. És akkor majd egy harmadik megjelenik. És akkor jön az irgalomos, rátalált az igazira. Ebben kemény materializmus van, nem hisz abban, hogy lesz egy örök, boldog élet. Itt akarja kihasználni az életet. Ez van. Kegyetlenül megkísértetett az egyház. De ha pusztában, böjtölül, Krisztus mellett marad és ott marad, akkor győzni fog. Mit tegyünk? Első. Elmélyült imádság, gyakori őszinte gyónás, pontosan ezen a téren. Lelki gyakorlatokon való tisztulás, és aki eddig nem áldozott, az legyen színes, kezdje meg az áldozásait. Mert amelyik püspök ingadozik nyugaton is, az a szentséggel is így bánik. Összefügg. Tehát belekapaszkodás Krisztus istenségébe. Aztán vessük el azt a naív és romboló optimizmus, hogy minden jól megy az egyházban. És nyíltan beszéljünk ezekről a beszüremkedő újpogány elvekről. Hogyan lehet az, hogy egy keresztény közösségben nagy szájjal hirdeti, hogy ti miért nem örültek annak, hogy megtaláltuk az igazit? Az, hogy a gyereket vagy mennyit elhagytak, azok ott sírnak, meg tönkre tiporták a lelküket, az mindegy. Az egy melléktermék az ő egyéni boldogságuknak. És most azt szeretnék, hogy a keresztény közösség az tapsoljon nekik. Ó, milyen boldogok vagyunk, hogy az igazi szerelemre rátaláltatok. Akkor bűnösek vagytok, ha tapsoltok. Oda kell menni hozzá, és azt mondani, nézd, én se vagyok senki nélkülönb. Én egy gyarló pap, vagy egy gyarló civil vagyok. És te még üdvözülhetsz, de most bűnben élsz. Gondolj el, hogy mit tettél. Aztán ki kell mondani az igazságot, mert az igazság megszabadít titeket. Ezt írja a bíborosoknak, püspököknek és papoknak, katolikus családoknak és fiatal katolikusoknak világosan ki kell mondaniuk. Nem alkalmazkodom ennek a világnak az újpogány szelleméhez. Még akkor sem, ha némely püspökök és bíborosok hirdetnék is azt. Nem fogadom el azt, hogy Isten szent irgalmát csalfa és álnok módon kihasználják, valamint, hogy egy új pünkösről beszéljenek félrevezető módon. Megtagadom a tömjén égetést a gender ideológia, az újraházasodás és a konkubinátus istenség előtt. Még ha a püspököm így is tenne, én nem fogok így cselekedni. Isten kegyelmével inkább szenvedni akarok és kitartani az egyházban, mint hogy Krisztus teljes igazságáról lemondja az emberi szexualitás és házasság kérdésében. Testvéreim, nagyon súlyos, amit mondtam. Végig imádkoztam előtte. Vége van a hallgatásnak. Ki kell mondani, szint kell vallani. És kezdeni magunkon a megtérést. Itt betelt az idő, mondja Krisztus. Ez mindig aktuális. Közel van az Isten országa. Térjetek meg. Forduljatok meg. És higgyétek el, hogy ennek az lesz, győzni fog az egyház. Győzni fog az egyház, mert itt van az eukarisztikus Krisztus, és itt az evangélium. És itt vannak azok a kicsi szentjeink, akik óriások, akik olyan nehéz házasságban, hogy gyönyörűen elviselték a másikat, fölnevelték mégis a gyerekeket, példát mutattak. Mert nem a maguk kiteljesedését keresték, hanem a szeretetet akarták megtanulni Krisztustól egészen a keresztig. Győzni fog,
akkor viszont a világ még lejjebb megy. Egy nagyon süllyedő világban vagyunk. És mi lesz ennek a következménye? Hogy a katolikus egyházban, magában, a keresztény közösségekbe be fognak áramlani azok a becsületes testvéreink, akik eddig nem is tudtak erről, hogy egyetlen Noé bárkája van, amelyben a szennyes vízözöntől meg tudunk menteni. Krisztus Szent Egyháza. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennyben is. Jézus Krisztusban.